Szegény Géi János lovai Előbb a bokros aranyszőrű nyakát csinosítja ki bent az istálóban a gazda tengeri haraszt pálinkával, majd a tündér éjfekete sörényét fonja be, azután sorba a többiét. Megérti a négy okos állat a parádét, a csörgőket is a kantárhoz kapcsolják. Éppen, mint tavaly ilyenkor, mikor a szép özvegy Molnárnét vérklárát hozták a házhoz, s olyan kevéjen hányják vetik a nyakukat, mintha a vicispán hátaslova volna valamennyi. De a volnának bár magája nádor ispányé, hogy aranyrácsból etetnék rózsalevelével, Ezüstvályóból itatnák a gózoni szent kút vizével, mégsem lehetne olyan jó dolguk, mint a géji János keze alatt. Maga nevelése mind a négy, a személy előtt nőttek fel ilyen gyönyörűségnek, ő gondozta, fésülte őket éber szeretettel, megmosta a zabot, de meg is rostálta, mielőtt odatta volna, kiszedte a szénából, sarjúból, ami nem jó ízű, takargatta őket télen meleg pokróccal, nyáron megúsztatta, kis csikókorukban meg is csókolgatta. Most már nem csókolja, mióta menyecske került a házhoz, mégpedig az a bizonyos, a régi szerető, mert másé volt már egyszer, kétszer lett édessé. Most már nem csókolja, de azért élhal értük most is, és nem adná négy lovát tizenhat csoltói bodoki ménesért. Pedig, ha van valami nagy dolog a világon, mind morzsa csak a csoltó, bodok dicsőségéhez mérve. Kilenc vármegyében tudják, ötvenkettőben mesélik a lovak szép növését, vékony lábaikat, módos csípőiket, gyönyörű nyakukat. Ahol egy nagy úr van csoltóra, Bodokra jön négyest válogatni a parasztoktól, és bizony megesik ilyenkor, legalább az öreg csillompál megmondta egykor a belédigrófnak, grófnak, mikor nősült, hogy de bizony abból a házasságból semmi sem lesz tavaszig, mert az én kiscsikóm még fiatal, és a Péri Jánoséra is korán volna a hám, egyebütt a világon pedig nincs ilyen ló. Bezzeg van már most, elleste a tudományokat Géi János, s olyanná nevelte ezt a négy csikót, hogy mikor végig röpülnek csoltón, bodokon, kiszalad a falu a csodájára, s elsápadnak az emberek az irítségtől. Ahogy befonta a sörényüket, felrakta rájuk a szerszámot. Úgy be volt csomózva az egyik hámistránk, hogy alig bírta kioldani. A négy tüzes csődör nyugtalanul rakosgatta szép karcsú lábait, s csapkodott a farkával ide-oda. Az istáló ajtaja ki volt nyitva, s szép piros posgás menyecske jelent meg benne, de nem vette észre Géi Jánost, a ráró nyaka és a szénatartó eltakarta. János se vette észre az asszonyt, de nem sokára hallotta suttogó hangját odakűn. Szaggatott szavakat, amelyeknek értelme is alig volt, mire hozzáértek. Vajon kivel beszélget? Mondja meg neki, a lagziba én is elmegyek, de aztán nem tudom még mi lesz. Ez a Klári szava volt, tisztán hallotta. Aztán egy cserepes, nyöszörgő, köhécseléstől kísért hang felelt. Ki tudja, mit nem lehetett megérteni. Hanem a Klári suttogását ismét megértette. Két májvarózsa lesz a mellemen, legyen ott, legyen a kender ástatóknál. János kiejtette kezéből a ráró kantárját, nagyot csördült a dobogón, a sok karika meg a zabla, de nem hallotta, nem azt hallgatta. Ha a piros rózsát ejtem ki a kezemből az útra, akkor maradjon, ha a fehéret, akkor jöjjön. Géi János alig bírta felszerszámozni a negyedik lovat, elszorult a szíve, megzsibbadt a keze, mindent visszájárul tett. Sötét sejtelem nehezedett a szívére, hallotta ő már valaha ezt a szelít hangot ilyennek. E, bolondság, a szavak is megijesszék, aminek teste nincs, annak az árnyékát lássa. Fekete gyanúnak fehér ágyat boncson. Nyugodtan vezette ki a felszerszámozott lovakat megitatni. Klári éppen akkor kísért ki a kapun egy töpörödött öregasszonyt. Ki volt az az ördögök nagyanyja, kérdi a fiatal gazda féltréfáson. Vő a templom sorról. Mit keres nálad az a boszorkány? Egy kis élesztőt kért szegény. Hm, hát kenyered dagaszt ők Na no, de most már sies felkészülni, Klári, mindjárt indulunk. A könnyű szekér már ki volt húzva a színből, s megkemve állt az udvaron, egy perc alatt be volt fogva. Felültek. János meglegyintette az ostort a négy tüzes állat fölött, s azok prüszkölve, ziháló orjukkal, aprózó táncban indultak ki az udvarból végig tekintett rajtuk, s amint elnézte azt a négy formás főt, mely hol a szügybe vágódik, hol fölhajlik nagy kényesen a részkarikák a szerszámon, amint csillognak, tündökölnek, a cifras allang, hogy körülröpködi nyúlánk derekukat, és az acélpatkó, amint meg akarja lábuk alatt gyújtani az anyaföldet, szíve megdagad örömében. De jó is, hogy oda nem adta a négy lovat senkinek, pedig hányszor kérték csak nemrég is négyezer forintot rakott össze Bodok csoltó, hogy megvegyék, s agyonüssék a határon. Hadd vesszem magva a különfajnak. De a lovakról egyszerre leesett a tekintete, a felesége szép piros arcára, hófehér keblére, hófehér keblén a két májvarózsára, pirosra, fehérre. Megmondta, így mondta. Kieresztette az ostort Géji János, röpült a négy ló. Ágaskodott a gyeplős és az ostorhegyes, a szépasszony rózsás tenyeréből ernyőt csinált hamis szemeinek, merengve nézték a vidéket, s ő is röpült. Nem is hittem, János, hogy elviszel, tudom, hogy nem szívesen teszed, mert még a rossz nyelvek nem teltek be velem, aztán meg Megvárta vérklári, hogy az ura szóljon, kérdezzen, de az is a vidéket bámulta, a szaladó réteket, a közeledő kenderáztatókat, melyek úgy csillogtak zöldes vizükkel, mint valami gúnyos szemek, s messzebb a hegy szakadékokat, ezeket az öblös, nyitott koporsókat. Aztán meg azt gondoltam, hogy mivel a holnapi vásárra készültél, a csillomék lakodalmáról egyenesen odaindulsz. Még erre sem felelt János, csak hadd jöjjön még közelebb az az asszony a töviseivel. Ej, bekényes lett kend, beszélni is restel. Hogy lesz hát, hadd hallom, itt hagysz-e az alatt, vagy magaddal viszel? Ott hagylak, mondák elletlenül, úgyis három napig tartalakzi. A kenderáztatóhoz értek, a dűlő úton ott mendegél Csipke Sándor a tulipános szűrében, az ünneplők alapjával, s úgy tett, mintha csak véletlenül fordulna meg a kocsi robogásra, pedig azt még a föld is megérzi, ha a G. János négy híres lova jön. De mit most a lovak? A felesége arcát fürkészi. Ni, hogy csillog a szeme? Ni, hogy odanézett a nyalka legényre, epedőn, lopva, hosszan vetette rá édes tekintetét. S jaj, kiesett kezéből, nincs többé mellén a fehér májvarúzsa. Ereszti a gyeplőt, ellankadó keze mindig jobban, jobban. Mint a siető szél, ha felhőket vinne, vágtatnak szilajon géi paripái. Nem is paripák már, a szörnyű sebesség összegyúrja őket egy fekete szárnyá, amely röpül, röpül. Nem is szárnyaz, de a megvadult halál. Írgalom, segítség! Ó, tartsd azt a gyeplőt, sikolt fel vérklári. Itt a hegyszakadék, jaj, ott is egy örvény. Verjem meg az Isten, de meg is fog verni. Ó, tartsd azt a gyeplőt, édes uram, férjem. Tartotta is, de csak míg kiolta rajta a bogot. Csettentett a szájával, s egy lóriasztó sziszentést hallatott. Gyí, tündér, ráró! Aztán odahajította két kibontott gyeplőszárát a bokros és villámnyaka közé.